A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Atmos. Ezernyi égigérő ország. Mindegyiket egy églovag védi a sötétség erői ellen. Bestiák, raptorok, és a legrosszabbak, a ciklonok. Az églovagok krémje a viharsolmok. Küldetésük örökre megszabadítani Atmos királyságait a gonosztól. De elárulták őket. A viharsolmok elbuktak. Minden veszni látszott. Mostanáig. A nevem Erró, a régi viharsolmok utolsó leszármazottja, és felvállaltam egy küldetést. Ez az osztagom. Finn, a mesterlövész. Csikicsá! Böhöm, az erőművész. Bocsi. Dudás, a specialista. Vágjunk bele! Gólya, a pilóta. Végünk. És persze másodpilótám Radar. Viharsolymok vagyunk. A kék égen mi sose félünk. Viharsolymok. Majdnem pontosan 10 éve történt. Minden idők legádázabb csatája. A jó a gonosz. Az églovagok ciklónia ellen. Fénylő csapás, a viharsolymok dicső églovagja vezette őket. Az egyesített Atmosszal a háta mögött tudta, hogy nem bukhat el. Csak hogy saját másodpilótája árulta el. A viharsólymok a mélybe hultak a kondorral. A szövetség is hamar széthullott. Ciklónia győzött. Az árulót megjutalmazták. Hamarosan egész Atmosz úgy ismerte őt, Sötét Ász. A viharsólymok és a kondor pusztulásával minden remény elveszett. Mostanáig. Fénylő csapás legkisebb leszármazottja, csak ő egyesítheti az eget, és ő hozhat békét Atmosznak. Biztos vagy te ebben? Gyökerek. Ne hagyjátok meglógni! Tudás, Finn! Kaput kinyitni! Már majdnem! Ideje már választani, Erró! Megvolt! Aznap, mikor Ciklónia elpusztította hazánkat és családunkat, az églovagokat választottam. Ha azt hiszed, feladjuk otthonunkat, lököttebb vagy, mint hiszed. Akkor intézkednünk kell, hogy az igazi ciklonok foglalják el ezt a földet. Inkább ezt foglald el, Csikicsá! Dudás, mi a helyzet? Az ég felől véd a sárvetünk, tehát ide csak kapunát lehet bejutni, és... Dudás! Emlékszel a hátsó bejáratra, ami néha beragad? Dicsőség! Ügyes fiatalember, nem igaz? Ha? Egy kissé sovány. Kik vagytok? Nagy híreket hoztunk. Hát csak nem azt mondod, hogy segítesz, nem érdekel. Hát nem érted? Te vagy a leszármazott. Keresd meg a hajót, aztán keresd egy szakaszt, és teljesítsd be végzetet. Amit
Csak tudnod kell, itt van. Minden jót, ifjú harcos. Várj! Várjatok! Nem akartok! Nem beszéljük meg! Ó, csirkebűz van itt! Talán mert ez egy tyúk ketrec, Finn. Az a három madár fickó az utamba állt. Oké, ez őrültségnek tűnik. Itt Grimzi pilóta az Aero 59-es Cikloni ifjú brigádból. Elfoglaltuk Terra sohaföldjét Ciklónia dicsőségére. Várjuk a további parancsot. Tartsd, kapcsolom szalonkát. Srácok, beszélhetek szalonkával. Juhi, helyen! Szuper! Erről van fogalmad róla, mit jelent ez? Nem. Te vagy fénylőcsapás utolsó leszármazottja. Ha ez tényleg igaz, te fogod vezetni a viharsolynokat. Erről, te églovag vagy! Tényleg? Tényleg? Komolyan? Szuper! Itt a térkép. Itt találod a kondort. Érted? A kondort. Akkor a tűzerővel, ami ellen itt senki se állhat ki. Halljátok, férgek? Épp most beszéltem szalonkával, a karommal. Személyesen fog idejönni, hogy átadja szárnyainkat. Ezután csak egy valami jöhet. Végzek veletek. Szalonka parancsa, mélyföldére kerültök. Mélyföldére? Ez bizony elég rossz hír. Ledobtok mélyföldére? Ugye nem arra gondoltok, hogy kidobtok a Terra végén? Ugye? Ki akarja megcsinálni? Talán majd én! Komolyan, haver! Ezt nem teheted meg Finnnel! Tényleg közéjük akarsz tartozni? Gaz fickó lennél? Figyellek még minket? Nem. Biztos nem merik végignézni. Egek! Ez kemény volt. Féltem, hogy a végén mégis meg kell tennem. És nem teszed? Köszönöm! Hiszen ez tök jó! Tudom, hogy nem kellett volna összeállni Grimzlivel. Én a jó fiúkhoz akartam állni. Akkor tedd azt! Küldetésem, hogy megkeressem a kondort és új szakaszt kerítsek. Te is segíthetsz. Tényleg? Vidd el a szöcskémet! Én magam építettem. Gyorsan! Sietünk! Viharsolymok! Nos, végük van. Ez tényleg biztonságos? A viharokon túl ott van Ciklónia. Közel vagyunk a viharsolymok legutóbbi csatájához. Akkor lemegyünk. Atmosz legrandább sarka. A térkép megmutatja, hol vannak a rossz dolgok. Talán már evett. Ero, nézd, odalent! Repül a kondor, különben másznunk kell. Ez nem lesz probléma.
Úgy tűnik, megszerelték. Szuper! Finn, várj, ez túl egyszerű. Csapda lehet. Ha? Radar! Ne! Az a csapda a cikloniaiaknak szólt, úgyhogy magyarázzátok meg, vagy bajba kerültek! Nos, a madárfickók megzavartak, pedig az anyavilágomat vittem szakaszommal cikloncserkészek ellen. Egyébként églovak vagyok. És meg kell keresnem a kondort, egy szakaszt megszervezni, és be kell teljesítenem valami végzetet. Gólya vagyok. Gyertek be! Szóval, ide szöktem mélyföldjére, mikor otthonom a Terra Merbiát megrohanták a ciklonok. Szerencsére találtam egy hajót. Eléggé lepukkant. És te magad javítottad meg? Nos, kicsit feljavítottam. Háromszoros tolóerő, hozzáadott minden irányú kormány, fejlesztett robotpilóta és szép poháltartó. Cuki! Igen, cuki. Csak éppen nem találom sehol a hajós maszkócsát. Kerestem évekig. Én mondtam, az a kocsuk nevet rajtam. Úgy vélem, talán segíthetünk egymáson. Hiszem, az ott egy vulkán. El sem hiszem, hogy ez az izé tényleg repül. Igen, jó esély van rá, hogy bármikor lezuhanhat. Nos, viharsólyok. Nehéz elhinni, tudom. Én igazából sok mindenben hiszek. Mutatok még valamit? Oh. Igen. Soha életemben nem láttam ilyet. Kivéve, hogy ez a viharsolymoknak van, Finn, nem neked is nekem. Mégis miről beszélsz? Mindig is églovagok akartunk lenni. Most igazából azok leszünk. Finn, a mesterlövész! Cuki! Dudás, kristályok! Plusz az okos dolgok! Azt hiszem, ez az ennyi. Radar a másodpilóta. Mit gondolsz, Gólya? Akarod vinni a hordozót? Életem hátralevő részében egy pöttöm hajón legyek földről földre járva és állandóan az életem kockáztatva? Ó, igen. Örömmel. Ezt inkább megnézem. Szalonkának közvetlenül Cyclonix mester parancsol. Egy nagy ágyú.
jó benyomást kell keltenünk. Itt is jön. Csak egy pár perc, és teljes jogú ciklonok leszünk. Ez nem úgy néz ki, mint egy ciklonhajó. Ez a Gondor! Viharsolymok! Csodás! Nem! Nem csodás! Irány a bicikli! Mit csinálsz? Nem vagyok rossz fiú! Gyere vissza, áruló! We'll be right back.
visszakaptuk Terránkat. De most, hogy már tudjuk, hogy églovagok lettünk, már nem néz ki olyan otthonosnak. Tudod, Eru, a viharsolymoknak nincs otthonuk. Ezért különlegesek. Egész Atmoszt védelmezik. A gondor épp elég kényelmes. Szobaválasztás! Hé, várjunk! Csodálatos! A gondor megvan, és egy csodás szakasz irányítja. Csak egy maroknyi árva. Hogy menthették meg ők Atmoszt? Bátor gyerekek! Mit mondasz, mester? A fiúból églovag lesz majd. Na és a lány? Ő az egyetlen. Azt az idő dönti el. Igen, végünk van. Nagymami trónja. Oly, ó, divatú! Változnak az idők, sötétáz. Én alázatos szolgád maradok, Cyclonis mester. Jó. Még sok dolgunk van.